Tegnap délután 14 óra körüli időben otthonában tragikus hirtelenséggel 65 éves korában elhunyt Vargyas Mihály, Dunaszent Benedek polgármestere. Információink szerint a polgármesteri hivatalból ebédelni ment otthonába, ahol váratlanul rosszul lett, és hiába érkezett a gyors segítség és a mentőszolgálat, nem tudták megmenteni. Vargyas Mihály 2006 és 2022 között, vagyis 16 éven keresztül volt Dunaszent Benedek polgármestere. Munkásságával méltón képviselte faluját, hiszen sokat dolgozott azon, hogy a község lakóinak jobb életminősége legyen. Vargyas Mihály polgármester rendszeresen szervezett falunapot Dunaszent Benedeken. Egy alkalommal Tamási Áron szavait idézte fel a falunapok célját tekintve. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Az otthont pedig a közösség jelenti, a közösséget pedig a közös ünneplés jellemzi.